Nagybőjt negyedik vasárnapjánál tartunk, és olyan nehezünkre eshet ennek a vasárnapnak az örömhírét visszatartani magunkban. Egy nagyon rövid mondat, és a mondat elhangzása után akár mehetnénk is. Noha csak most jöttünk, nem egészen egy negyed órája. És ez a rövid mondat így szól, Isten szereti a világot. Olyan könnyen meg lehet jegyezni. Nagyon könnyen el tudjuk mondani másoknak. A jelentését azonban egy egész életen keresztül ízlelgetjük. Sőt, még az örök életünknek is ez lesz a tartalma, gyerekek, hogy ízlelgetni fogjuk ezt, az Isten szereti a világot. Honnan veszem? Minek alapján állítom ezt? Senki más nem mondta el ezt az örömhírt, mint maga Jézus. És tudjuk, hogy ő igazmondó. Ezért Isten szereti a világot, mondat, minden egyes szava igaz. Mi ez a világ? Az, ahol élünk? Vagy pedig meg kellene találnunk Szent János evangélistának a szándékát, hogy 2000 évvel ezelőtt hogyan beszéltek a világról? Abban az időben a világ minden embert jelentett. Hallgassuk csak így. Isten szereti a világot, jelentését tekintve egyenlő azzal, minden embert szeret Isten. És ez ok az örömre. Isten szeretetének olyan a szélessége, a mélysége, a hosszúsága, a magassága, hogy abba minden ember belefér. És e fölött mi nem tudunk olyan könnyen napirendre térni. Ebbe a szeretetbe az is belefér, aki nap mint nap tudatosan akarja látni az Isten arcát, közeledik ő hozzá. Ebben a szeretetben annak is helye van, aki még bátortalanul lépdel az Istenhez vezető úton, és ez a szeretet azokra is kiárad, akik ellenkező irányba folytatják életük útját, csak nem az Isten felé. Isten szeretetének tehát minden ember a címzettje, hiszen ő mindenkinek mennyei atya. Mivel mutatta meg szeretetét irántunk? Egyszülött fiát adta oda. A legdrágábbat küldte el hozzánk. Isten egyszülött fia a názáreti Jézus. Benne a mennyei atya saját életét kínálja fel nekünk. Nem csak 2000 évvel ezelőtt azoknak, akik akkor éltek, hanem mindvégig a történelem végezetéig. A legdrágábbat, egyszülött fiát, akiben önmagát ismerte meg, akinek mindent átadott az örökké valóságban, éppen ezért az egyszülött fiú, Jézus Krisztus, Isten egész világát elhozta emberi módon a mi világunkba, hogy megismerjük az Istent. Ne a mi találgatásunkra legyünk ráutalva, hanem arra, amit Jézus mondott. Rendkívül jelentőségteljes, hogy a legdrágábbat adta a mennyei atya, mert annyira sokat érünk mi ő neki. Egyszülött fiát adta, és benne adta az ő szeretetét. Ezen keresztül mit tett? Áthidalta a távolságot, amely közte és az ember között van, amely az ég és a föld, e világ és az örökké valóság között van, mert a szeretetnek ez a természete, hogy a távolságot áthidalja, a távolságot megszünteti. Milyen szép, hogy az Isten kimondhatatlanul közel jött hozzánk. Ez is ok arra, hogy örvendezzünk, és nem csak a mai vasárnapon, Nagybőjt negyedik vasárnapján, hanem egy egész örökké valóságon át. Mi nem tudjuk felfogni most még azt,
hogy az Isten ebben a szeretetben, amely egy személy, a názáreti Jézus minden távolságot felszámolt közte és köztünk. A nagybőjti időszak arra való, hogy felbátorodva az Isten tettén, hogy ő minden távolságot közte meg köztünk felszámolt, mi is számoljunk fel minden távolságot, ami köztem és ő közte előállhat. Ezt a távolságot a Biblia egészen röviden bűnnek nevezi. A bűn felszámolása. Hogy hasonlóvá váljunk ahhoz az Istenhez, aki szeretetében kimondhatatlanul közel jött hozzánk. És milyen ajándékot kapunk mi abban, hogy egyszülött fiát küldte el hozzánk? Itt van, hogy örökké éljen minden ő benne hívő ember, az örök élet gyereke. Hát ezen sem tudunk napirendre, e fölött sem tudunk napirendre térni, ezzel sem tudunk betelni, hogy az Isten saját életéből ad nekünk részt. Mert Isten nélkül a mi életünk itt ezen a földön véges, egyszer be fog fejeződni. Istennel azonban a földi élet bár befejeződik, de egész életünk az örökké valóságnak a várományosa. Hogy örökké éljünk. Isten részt ad nekünk a maga örökké valóságából. És ez nagyon szép dolog. Ha az Isten a kimondhatatlan szeretet, ha az Isten a szűnni nem akaró jóság, akkor ebből nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az örök élet unalmas. A szűnni nem akaró jóság, a kimeríthetetlen szeretet, az élet szüntelen áradása, ebben nincs unalom. Nem az örök életben található meg az unalom, hanem legfeljebb bennem, aki elhangolódtam belülről, lelkemből, és már nem lelkesít, hogy az Isten szereti a világot, azaz minden embert. Szeretetét azáltal mutatta meg, hogy egyszülött fiát küldte el hozzánk, akiben mindent nekünk adott. Aki ezért lelkesedik, az nem találja, hogy már itt a világban a hite, a vallása unalmas lenne. Aki azonban egy kézlegyintéssel elmegy, emellett az alapvető örömhír mellett, unalmasnak fogja találni a vallásunkat, a hitünket. Na de erről az unalomról nem a hitünk, nem a vallásunk tehet, hanem ő maga, aki nem vette a fáradtságot, hogy megismerje a szüntelenül áradó jóságát, a folyton megújuló szeretetét annak, aki a mi mennyei atyánk. Mindezek után, lássuk csak, Isten mindent megtett azért, hogy közeledjen mi hozzánk. A mai evangélium azt is tartalmazza, hogy nekünk mit szabad választanunk, hogy feleletet adjunk az ő közeledésére. Eszterke, jól mondanád, hogy a hitet kell választanunk. Maga Jézus mondja, hogy aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára. Hogyan tudunk mi bekapcsolódni a mennyei atya szüntelenül felénk áradó szeretetébe? A hiten keresztül. Hogyan tudunk mi a szüntelen áradó szeretettől eltávolodni? Hogyan tudjuk mi magunkat ebből kizárni? Azáltal, hogyha nem hiszünk a mennyei atyának. Kizárjuk saját magunkat az ő életéből, és akkor maradunk örökké valóság nélkül, akkor maradunk szüntelenül megújuló jóság nélkül. Mindegyiknek van következménye. Miért jött Jézus? Hogy mindenkit a mennyei atya szeretetében részesítsen. És nem azáltal, hogy mire vagyunk képesek tetteink alapján, hogy érdemeljük-e vagy nem, hanem ettől teljesen függetlenül itt van jelentősége a mai szentleckének, amelyben Szent Pál a csodálatát fejtette ki. Miszerint kegyelemből részesültetek az üdvösségben a hit által. A hit által tudunk meríteni abból az üdvösségből, amely nem emberi csinálmány,
amely nem emberi termék, hanem az Isten nekünk adott ajándéka. Kegyelemből részesültünk, nem szolgáltunk rá, nem érdemeltük ki. Ilyen az Isten, és a belőle áradó jóság akkor is eláraszt bennünket ezzel, hogyha momentán még nem tudjuk felfogni, hogy mi is ennek az értéke, és nem is fogjuk tudni felfogni, még az örökké valóságban is, akkor mi a feladatunk? Hogy lépten nyomon erre rácsodálkozzunk. És ez a rácsodálkozás nem tétlenség, mert az embert mire ösztönzi? Hogy hirdesse, és hogy kövesse ezt a jóságot, azaz tegye válogatás nélkül a jót mindenkivel szemben. Nagybőjt negyedik vasárnapjának az evangéliuma és a szent leckéje segítséget ad nekünk ahhoz, hogy Isten szeretete jelének, a keresztnek a helyét az életünkben megtaláljuk. Mert ez a szeretet, ez nem egy elvont elmélet. Ennek van keze, lába. Ennek van egy függőleges, meg van egy viszintes ága. Krisztus keresztje. Ki hogyan viszonyul ehhez a kereszthez, már a kereszt láttán is feltárja, hogyan fogadja a mennyei atya eme ajándékát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen. Hogyan viszonyulok a kereszthez, már csak a kereszt láttán is, mindegy, hogy otthon lóg a falon, vagy a templomtornyán, vagy éppen egy múzeumi kiállítás során, vagy amikor valaki kap egy képeslapot valahonnan, látható rajta egy kereszt. Tekintsük csak át, hogy Ady Endre hogyan változtatta meg értékelését arról, hogyan viszonyult Krisztus keresztjéhez, amely jelképe az Isten ránk árasztott szeretetének. A vers ismerős lesz, persze nem ebből a megközelítésből. A címe Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgő szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet. S dalolt, hogyha keresztre nézett. Semmiféle meghatottság, semmiféle képzett társítás, hogy a kereszt árulkodó jele annak, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy ő apjával együtt meg minden ember örökké éljen. Ez volt valaha az ő életében. Megyünk tovább. Kereszt az csak kereszt. Megyünk tovább. Nem nyűgöz le. Különösebben nem érint meg, tudomásul veszem, megállapítom, egy kereszt az erdő. Igen ám, de ahogyan előre haladtak a költőnek az évei, felülvizsgálta, hogy milyen álláspontot képviselek én Isten eme legnagyobb ajándékával szemben, egyszülött fiával szemben, aki engedte szeretetből, hogy keresztre feszítsék. A vers ezzel folytatódik. Felülvizsgálta viszonyulását ehhez az isteni ajándékhoz. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éjben. Milyen szép vallomás! 20 évet kellett várnia arra, hogy belülről megérlelődjön benne. Mit is üzen neki a felállított kereszt? 20 év. Sosem késő. Akár 40 év telik el, akár valakinek eltelik az egész élete, és csak a halálos ágyán emeli meg kalapját Krisztus keresztje elő. Megemelem kalapom mélyen. A tiszteletadásnak egy olyan bájos kifejezése, amely elismeri. Isten úgy szerette a világot, hogy értem, érted, és mindnyájunkért egyszülött fiát adta.
s ennek alapján, hogy ne tudnánk mi ebből az örömhírből napról napra meríteni, s nem csak akkor, amikor az átlagnál nehezebb terheket kell cipelnünk, hanem akkor is, amikor a ráérő időnket töltjük el, akkor is, amikor terveinket kovácsoljuk, és minden más élethelyzetben.